5 esztendőnként rendezik meg az országos népművészeti kiállítást. A népművészet alkotói régiós szinten mutathatják meg az elmúlt időszak termését. Ezúttal Szekszárd adott otthont a bemutatkozásnak, melynek anyagát a szakemberek kiemelkedőnek titulálták, miközben az is megmutatkozott, hogy a készítők egyre fogynak. Szabó Zoltán, etnográfus, a Hagyományok Háza Múzeumának vezetője azt mondja, az a tárgyalkotó folyamat, mely a Kárpát-medencében zajlik, egyedülálló a világon. Mai nap már nagyon nehéz népművészetről beszélni, mert ugye nincs meg az a közeg, ami alkotta ezeket a tárgyakat. Ugyanakkor viszont azt elmondhatjuk, hogy itt a Kárpát-medencében egy teljesen más folyamat zajlott le, mint Nyugat-Európában, Észak- vagy Dél-Európában. Itt egy másodvirágzása volt a népművészetnek a 19. század második felétől, és ez a gyakorlatilag a 20. század első feléig átnyúlott, és igen, idősödik a népművészetből kiinduló tárgyalkotó, mert mondhatjuk ezt népi iparművészetnek, mondhatjuk kortárs népművészetnek, mert ugye nem csak a saját közösségének készíti ezeket a tárgyakat, és nagyon-nagyon ügyelünk arra, próbáljuk az alkotókat afelé terelni, hogy a funkciót találjuk meg a tárgyaknak. Mindez azt jelenti, hogy modernizálódik a népművészet. Változnak az alapanyagok, már a felhasználói kör is más, de a mintavilág megjelenik az új kortárgyain is. Ránézek a falra, és milyen öröm, hogy 5 évvel ezelőtt egy tutyi készítő volt a sváb közösségekben, és most tessék végignézni, hogy milyen gyönyörű. Tessék megnézni a nagydorogi református templom úrasztali terítőjéből egy 18. századi darabot rekonstruáltak a saját örömükre és a saját közösségükre. Most gondoljunk el, hogy egy református templomot a megtalált varrottassal díszítik föl az esküvőkre, a keresztelőkre, tehát vagy akár a halotti búcsúztatásra. Megszűntek olyan szakkörök, mint a Dombóvári Hímző szakkör Élő Lajos nevezetésével, vagy nagyon idős lett már Veszeliné Mária kapos szekcsőn, akik mindig nagyon sok szép anyagot hoztak be. Sajnos öregszik az egyesületünk tagsága, de nem csak a miénk, hanem gyakorlatilag a dél-dunántúli egyesületek tagjai is. Ezért vannak, akik már olyan idősek, hogy most nem vettek részt ezen a pályázaton, és hogy a számokban kellene ezt kifejeznem, még 2015-ben közel 1000 tárgy érkezett be, most 2020-ban közel 600. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület folyamatosan ezen munkálkodik, hogy megpróbáljon szólítani olyan fiatalokat, akik egy kicsit is érdeklődnek a kézművesség iránt, és ennek érdekében a megye különböző kis településein szakköröket indítunk a legkülönbözőbb szakmákban. Olyan szakmák felé van túlsúly, amihez nem kell műhelyberendezés. Tehát amit otthon egy íróasztal mellett egy kis lámpával, például gyöngyfűzés lehet készíteni, vagy a hímzés itt is megjelenik, itt a közel 600 munkából majdnem 300 hímzés volt. Tehát amihez nem kell műhelyfelszerelés, gyakorlatilag otthon, akár kislakásban is elkészíthető, ott felfutás érzékelhető. Ilyen még például a tojásfestés. Konkrétan ezen a kiállításon a viseletkészítők remekeltek, tehát ők nagyon magas színvonalú munkákat hoztak. Szagágonként például a szövés az most nagyon visszaesett. A viseletkészítők munkáin nyerték el leginkább a bírálók elismerését.